ki. Nagyon tetszettek a búsképű tehenek. De különösen a vakítóan zöldfű. Miért nem vártálnak? Mivel? Hát volna megyünk megnézni Málnási György kilátítását. Nem voltam ott. Tudtad, hogy Bolonda becézik? Kareszt mondta, a klubban, hogy Bolonda Bece neve. Teljesen meghűltél, amikor láttad a tévében. Nem is látszott az arca. De ahogy a pasos beszélt erről a csoványkai tájról, tudod, magamra gondoltam, az én belső tájamra, amit meséltem neked már vagy ezerszer. Igen, hogy él benned egy hatalmas kép. Táj. Táj, amit meg akarsz festeni, és ez a táj minden álmodból megjelenik. Menjünk el a kiállításra. Ma? Hát éppen elmentünk. Veled úgy sem lehet semmit csinálni. Állj a vasam. Ilyenkor duplán hülye vagy. Még mindig több, mint szimplán hülyének lenni, mint te. Holnap nem jó. Holnap ne gyere. Úgyis már mindenem. Inkább dolgozom. Mellesleg igazad van. Tényleg megduplázódott bennem a térség. Meséltem neked Halmus Annáról. Testőnő. Elmentem megnézni a kiállítását. Ez neki az első. Az ember életében a első kiállítás olyan, mintha a szüzességét veszítené el. Kézzet hasonlít a képe az én tájamra. Biztos, hogy elhozt téged, mert nem vagy szükség. Nem. Én ilyen tájat nem festettem. Ez a táj, amit ő festett, reprodukálja azt, amit én látok, ha kinézek az ablakon. Mintha itt járt volna, mintha leült volna ide, és megfestette volna azt, amit én látok. Irigylem. Nem irigylem. Csodálom. Nem értette számológépért. Érik valahol egy ember, aki ráadásul egy hülye nő is, és azt látja, amit én. És hány éves ez a milyen nő? 120, nem mindegy. Most nem lehet. Ha nők versenytírának kitte, ha most nem lehet futamon, eljelnéd a fődíjat. A péntek van, hétfőn is ezt mondtad. Ha már nem szeretkezhet, hogy miért nem mész vissza anyádhoz? Én meg legalább dolgozom. Utálatos vagy. Anyám jót akar nekem. 29 éves vagyok, és miattam nem megyek férjhez. Férj tőled. Bolondnak tart. Mások is. Te is. Maga kövér? Maga iszik? Elmúlt 3 óra. Nem mindegy. Na ez az mindegy. Mióta feljött el az első értelmes mondata. Maga sánta? Kicsit. Gondoltam. Miből? Hát, hogy maga embereket nem fest, csak tájakat. Ebből következik, hogy maga sánta, meg az összes barátja is. És ezt maga röstelli. Maga tényleg bolond. Vázás, lámás, csizmát visel a babát. Maga úgy látszik, szereti a nervizmus. És ő lehetne igazán. Tudja mi? Jöjjön el hozzám. Mutatok magának valamit, valami csodát, misztikumot, szépet. Eddig ilyen szűszoknyás tőről álmodtam, mint magas. Én meg mindig ilyen elegáns úriember. Ön, kedves György.
szerelmeskedni? Igen. Na, azért én jóval finomabb voltam, mint te. Már épp akartam mondani, hogy jó nálad. Mondtad is. Én hülye, megkértem a kezét. Ebben a modern képben több mondani való van, mint a te hülye tájaidban. Hát maga, Juli?
Én Sinka Géza vagyok. Éva vagyok. Júli? Nem tudom. Most érkeztem. Képet. Igen, képet akarok venni. Engem érdekel a modern festészet. Látod? A táskád is szép. Beülünk a piros autómba és elmegyünk moziba, egy vígjátékra. Vagy ha nincs hozzá kedved, felmegyünk a Gellért hegyre és lenézzük a várost. Én ez jó program. Nézzük le Indiát kiabált, mikor meglátott. Meglátott, hogy ne nyúljak hozzám, mert te rossz vagy. Fenébe te akartad, hogy csókoljalak meg. Elkezdtünk ülelkezni ott a domb mögött, ahová az ember nem látta el, csak az indián sírta végig ölelkezésünket. Ennyire más a vidék. Én kinézek az ablakon és látom a szomszéd ház falát. Nálad az ember fát, virágot, gyulat lát. Talán mindezek együtt arra késztettek, hogy megcsókoljak. Nem sikerült. Fáj. Zavar nagyon. Téged jobban. Nem volt egy gyöngyít mozdulatod sem. Mikor már megfogtad, az fáj. Hogy lehet így elérvezni? Ideges voltam. Izgultam, mint egy gimnazista lány. Mi nem illünk össze. Nincs is humorérzéked. Hogy megsértődtél, amikor nevettem a riadkorlátán. Patetikussá váltál a fástitól. Na, oda megyek. Az Akácsa utcában, az Ecsetbolt melletti ház. Sietek? Na jó, van adok egy puszit. Úgy, hogy semmit nem fogom összetörni. Persze, hogyha akarsz egy puszit. A jelenlegi számítások szerint ez az erős viharokat okozó hideg front, miután tovább vonul, hazánk északnyugati részén felszakadozik a felhőzet és napsütés várható. Köszönjük kedves figyelmüket, további jó szórakozást és derűs estét kívánok!
Isten, verje meg ezt a szar ajtót! Ezt a kurva ajtót egyszer megcsinálom.